25 ezer dolláros összdíjazású nemzetközi verseny házigazdája a héten a Gyulai Tenisz Szabadidő Sportklub. A városba az elkövetkezendő évek leendő tenisz csillagai látogattak. A verseny első számú kiemeltje a francia Constant Lestien. Ő jelenleg az ATP világranglistán a 251. helyet birtokolja. Nagyon boldog voltam, amikor Magyarországra érkeztem. Első alkalommal vagyok itt. Az idő, az emberek és a pályák is tökéletesek. Számomra a verseny kedden kezdődik. Boldog vagyok, hogy itt lehetek. Rangos nemzetközi verseny Gyulán ritkaság számba megy. Gyula életében fontos szerepet játszik a sportturizmus, így ez a rangos esemény tovább népszerűsíti a város hírnevét. Gyula városának nagyon tekintélyes tenisz sportmúltja van. De úgy gondolom, hogy ez a verseny eddig a legkiemelkedőbb és legrangosabb verseny, ami Gyulán megrendezésre került. Ez mutatja, hogy milyen magas színvonalon munkát végez a Gyulai Szabadidős Tenisz Sportklub, hiszen ők szervezték ezt a versenyt, ők hozták tető alá, természetesen szponzorok, támogatók segítségével, és örülök neki, hogy Gyulaváros önkormányzat és önkormányzati cégek is a támogatói között lehetnek. A Six Open Gyula tenisz verseny selejtezői már szombaton elkezdődtek. 41 versenyző kvalifikálta magát, melyből 8 került fel a 32-es főtáblára, emellett van egy 16-os, 32 fős páros tábla is. Erre a versenyre 22 országból és 4 kontinensről érkeztek versenyzők, Mexikóból, Ecuadorból, éppen a két dél-amerikai fiú edzit mögöttünk a centerpályán, Ausztráliából, Egyesült Államokból, és nagy megtiszteltetés, hogy Magyarországról itt láthatjuk majd a pályán játszani a friss páros Langaros bajnokot, a Piros Zsombort, ő szerda délután fog játszani a városunkban, és még itt üdvözölhetjük a világ első magyar játékost, junior világ elsőt, a Valkusz Mátét, aki fél éves sérülés után most tér vissza a versenyzés színpadára. A héten pályára lép majd a 2016-os junior világ első Valkusz Máté, és a kétszeres junior Grand Slam bajnok Piros Zsombor is.